Balázs Péter a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ezt tegyük be annak, vagy vegyük úgy, hogy most választási kampány van az egész Európai Unióban, tehát azért hivatkozik mondjuk egy liberális politikus, de mindegy, hogy melyik politikus, Orbán Viktor, amit rossz példára, mert hogy ilyenkor a politikusok úgyis kihasználnak mindig minden lehetőséget. No, a példa adott, tehát nem kellett messze mennie. Én nem tudok még egy olyan országot Európában, ahol ilyen gyakran változtatgatták volna az alkotmányt, illetve egy kormányzó erős többség állandóan testre szabná a jogszabályokat, úgyhogy a példa az utcán hevert, csak föl kellett vennie, és használta. Akkor úgy kérdezem, hogy választási kampányban a példa az utcán hever, fölvesszük és használjuk, de hogy van ennek valami nagyobb jelentősége? Levonhatjuk azt a következtetést, hogy Nalám, aki épp az Európai Bizottság elnöki posztját szeretné megszerezni, az ilyen véleménnyel van ugyanahhoz a közösséghez tartozó egyik országról, tehát általánosíthatunk, hogy rossz a vélemény rólunk, vagy ez pedig egy politikus, egy politikai párt családnak a véleménye, vagy azon belül, ha szűkítjük a kört, egy politikusnak a véleménye? Hát egy picit visszalapozunk, azért még mindenki emlékszik azokra a jelentésekre, azokra a tükrökre, amelyeket Magyarország elé tartottak akár az Európa Tanács Velencei Bizottsága, akár maga az Európai Parlament, amely egy erős többséggel szavazott meg egy jelentést Magyarországról, egy olyan többséggel, amelyhez nem csak a Verhofstadt által képviselt liberálisok, nem csak a Martin Schulz által képviselt szocialisták, de bizony a Juncker által megszemélyesített néppártiaknak is egy része kellett. Tehát azért én azt gondolom, hogy itt egy közismert és általános véleményről van szó, amit az egyik jelölt éppen beleszőtt a mondani valójába példaként. Fogalmam sincs, hogy például ezt egy európai parlamenti képviselő, egy európai politikus hogyan, és az Európai Parlamentben politizáló politikus hogyan fogja fel, de ha azt mondta, hogy lapozzunk vissza, és hogy mennyi negatív vélemény volt Magyarországgal kapcsolatban, hány illetékes bizottság, nem tudom még micsoda fogalmazott meg kifogást ilyen és ilyen törvényünkkel kapcsolatban, vagy kinevezésekkel kapcsolatban, tehát sorolhatnánk a példákat. De igazából semminek nem, tehát az Unió, mintha mindenben alul maradt volna. A kifogások megvoltak, a viták megvoltak, de igazán olyan nagy dörgedelmes hatása a kifogásoknak nem. Tehát Orbán Viktor, amit akart, azt végül megvalósította. Természetesen, mert az Unió tiszteli Magyarországot, az Unió tiszteli a tagállamait, teljesen fölösleges olyan plakátokat gyártani, hogy tiszteletet a magyaroknak. Az Unió messze menően talán egy kicsit nagyon is tiszteli a tagállamait, és tiszteletben tartja az ottani parlamenti többséget, annak az akaratát, ettől még kifejezheti a tagállamok többsége, vagy a politikusok többsége a véleményét. Ne essünk abba a tévedésbe, hogy mindig minden rólunk szól. Nem rólunk szól. Ez most az Európai Parlamentről szól. Történetesen ez a vita most arról szólt, hogy ki legyen majd a parlament reményei szerint az Európai Bizottság elnöke. Nem biztos, hogy őt láttuk most a színpadon. Ugye vannak más szempontok és más erők is, és ebben elhangoznak példák, de ez könnyen vezet oda, hogy most minket támadnak, minket bántanak, minket kipécéznek, de hogy kisebb gondjuk is nagyobb annál, itt az Európai Unió stabilitásáról, a növekedésről, a munkahelyekről, a külpolitikáról van szó. Tehát még egyszer, tehát úgy értettem, hogy egy európai politikus, egy vezető európai politikus, aki például azt szeretné, hogy ő legyen az Európai Bizottság elnöke, példálózik az egyik tagállam miniszterelnökével, nevezetesen Orbán Viktorral, hogy na, mint ahogy ő is ottan változtatja és írja be az újabbnál újabb értékeket az alkotmányába, és ilyenkor például nem jut eszébe, hogy és mit tetszettek elérni az Európai Unió intézményi szintjén ezzel a politikával szemben, annak megmásításáért. Tehát, hogy amikor kritizálja Magyarországot, hogy mi mindent megtehet, amit nehezményeznek, hogy az európai értékekkel szembe menő kormányzati intézkedések voltak, az ő véleménye szerint, akkor az nem jut eszébe, hogy ez önkritika is? Dehogy nem jut eszébe, ezt már nem ő mondta, ezt a konzervatív politikus, a Juncker mondta, hogy bizony európai szinten kellene számon kérni például a médiaszabadságot,
bizonyos jogosítványokat. Tehát ezek a szempontok azért ott vannak az asztalon, és foglalkoznak velük. Szó van arról, hogy tulajdonképpen a csatlakozás előtt tett fogadalmakat a csatlakozás után is valamilyen módon követni kellene, számon kérni. Fölmerült ez a bizonyos Koppenhágai Bizottság, igen, hogy amit előtte vizsgáltak, azt utána is vizsgálják, és így tovább. Ez mind ott van az asztalon, nem szoktak állandóan konkrét példákat hozni. Ha némelyik példa nagyon átüti a tűréshatárokat, akkor azt megemlítik, hát most ilyen példaként szerepelünk időnként mi is. Példaként vagy konkrétumként szerepeltünk a visegrádi négyek találkozóján is. Donald Tusk már szerdán megígérte, hogy ő azért egy kicsit el fogja rontani a hangulatot csütörtökön. Elrontotta? Nézd, én majdnem egyenesen onnan jövök most. Tehát ott ültem a teremben néhány méterre a négy miniszterelnöktől tegnap, amikor elhangzott. Nagyon érdekes volt ez a nyilvános beszélgetés. Kicsit elbeszéltek egymás mellett, mert mindenki a maga politikáját vitte. Nem nyilvánosan mondta el Tusk, és nem is durván azt a kritikát, amit előre beígért, történetesen azzal kapcsolatban, hogy Orbán Viktor a miniszterelnöki székfoglaló beszédében elég durván belenyúlt az ukrán darásfészekbe, kétszeresen is olyan vörös vonalakat lépett át, amit talán... Az autonómia emlegetésével. És a kettős állampolgárság, ami egy nagyon szép gondolat, és nagyon sok állam alkalmazza is, csak úgy kell odadni ezt a második identitást, vagy kettős identitást olyanoknak, akik egy másik állam területén élnek, hogy tudják is viselni. Ez olyan, mint egy ruha, amit nyilvánosan nem lehet fölvenni. A mai napig nem rendezte a magyar kormány Szlovákiával azt a problémát, hogy elveszik a szlovák állampolgárságot, ha kitudódik, hogy magyar állampolgár. Ukrajna pedig kifejezetten tiltja. Kifejezetten tiltja. Na most ilyen esetben egy felelős politikus nem mondhat ilyesmit. Tudjuk jól, hogy az ukránok nem csináltak ügyet abból, hogy nagyon sok magyarnak ott van a zsebében a magyar útlevél, és ezeket használják is, mert nem volt bajuk a magyarokkal. Kár most itt lármát csapni e körül, előbb kell megoldani a problémát, és utána kell a nagy nyilvánosságot ezzel szórakoztatni, és talán nem Ukrajna a legjobb példa arra, hogy a Kárpát-medencei magyarságot milyen eszközökkel lehet még szorosabbra zárni. Na most visszatérve Pozsonyra. Ugye, igen, Pozsonyban... mi volt az, ami tehát nyilvánosan elhangzott? Nyilvánosan azt gondolom, hogy elég látványos volt a különbség az Ukrajnával kapcsolatos állásfoglalásokat illetően. Egy nagyon rutinos és egyébként nagyon jól ismert újságíró vezette a négy miniszterelnök vitáját, aki az Economist heti lapban írja hetente az Európai Uniós, ez a Charlemagne című jegyzetet, és ő is meglepődött, és azt mondta, hogy uraim, azért maguk itt egyrészt az egységről beszélnek, hogy Visegrád, most már parlamenti dimenzióval is felruházunk, majd közös harccsoportot hozunk létre, nagyon sok jó dolog elhangzott, ugyanakkor, minthogyha eléggé szerteágaznának az Ukrajnával kapcsolatos pozíciói. És ez bizony így van. És ebben azt gondolom, hogy Tusk volt a legkövetkezetesebb, a legkeményebb, aki azt mondta, hogy igenis kérem, vannak dolgok, amiben szolidárisnak kell lenni egymással, és a szolidaritás azt jelenti, hogy bizonyos részérdekeket háttérbe szorítunk a közös érdek nevében. Ugye a lengyelek sokkal keményebben lépnek föl az orosz terjeszkedéssel szemben, és megértőbbek Ukrajnát illetően. És azért ott volt az asztalon, hogy ez most ukrán probléma, vagy orosz probléma, vagy a kettő együtt, miként rakjuk őket sorba, hol kezdjük a megoldást, és mindez küszöbben áll, hiszen egy jó hét múlva elnökválasztás esedékes Ukrajnában is. Hát igen, és május 25-éről se feledkezzünk el, tehát ez is egy fontos dátum, mint választás. Köszönöm szépen. Köszönöm.